Fazekas mester már őseitől örökölte az agyag szeretetét, és készíti a mai kor igényeit is kielégítő szebbnél szebb dísz és használati tárgyakat. A fazekas mester keze alól kikerülő tálak, korsók, fazekak, stb. Képlékeny állagú agyagból készülnek. Vízzel kezelve könnyen megmunkálható, a kiszáradás során formázott alakját jól megtartja. A gyúrás célja, hogy az agyag egynemű legyen. A legismertebb tradicionális eljárás a korongozás. A forgólapra kerül az agyag, amit a forgás közben vizesen formálnak. A fazekas nedves kézzel alakítja a tiszta keménységű agyagból formálódó edényt. Díszítés során a forma felületét alakítjuk pozitív vagy negatív módon. Pozitív módja a domborműves ragasztás, negatív módja a vésés. Meglepően sokféle módon lehet elkészíteni és rögzíteni az edények füleit. Az ismert módszerek igen nagy része megfelelő, és sok közülük igen jó. Az, hogy egy fazekas ezek közül mit használ, az attól függ, hogy mit tanult a mesterétől. Ez egy nagyon jellegzetes műhelyre, fazekasra jellemző sajátosság. Az edényeket, egyéb használati tárgyakat kiszárítják, majd kiégetik. A legfontosabb feltétel, hogy az égetési hőmérsékletet nagyon lassan érje el a kemence. A kemencébe helyezett tárgyak a kemencével együtt hűlnek a környezeti hőmérsékletre. Az égetés során bonyolult vegyi folyamatok játszódnak le. Mázazás során a már egyszer égetett árut vonják be mázzal. Célja, régebben a vízáteresztés megakadályozása volt. A máz az égetett agyagon vékony üvegszerű bevonatot képez. Az értéktelen sárból egy kevés idő ráfordításával, valamint hozzáértéssel teljesen új anyag keletkezik. Megmarad az alap, de a kemence tüzéből kikerülő cselépnek már teljesen más a szerkezete, mint az agyagnak. Ez a majolika.